Akár most jöttél ki az egyetem kapuján, akár már a 30-as éveidben jársz, de az is lehet, hogy most készülsz nyugdíjba. A kérdés ott lebeghet a fejed felett. Hogyan találjam meg a helyes utat az életemben? Ne gondolkodjuk túl a dolgokat. Elgondolkodni rajta, hogy mit is kezdjünk a hátralévő életünkkel, egy jó dolog, mert felismerjük a vágyainkat, célokat alkotunk, és adunk egy irányt saját magunknak, hogy merre szeretnénk haladni. Ha azonban csak gondolkodunk, és semmi más nem teszünk, akkor csak halogatjuk a döntéseket, és elveszítjük az önbizalmunkat, és végül semmi sem fog történni. Lépjünk a tettek mezejére. Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyes utat az életünkben, elengedhetetlen, hogy cselekedjünk. Gondolkodunk, célokat alkotunk, majd cselekszünk. Ez az egyetlen út. Teljesen normális, hogy kétségeink vannak, hogy félünk, de akkor is lépnünk kell, mert az egy helyben toporgás sehová sem vezet. Nem kell előre tudjuk, hogy valóban ez-e a helyes út. Útközben fogjuk ezt felfedezni, és nem gond az, hogyha meggondoljuk magunkat. Elvégre a mi életünkről van szó, jogunkban áll másként dönteni. Vegyük észre, hogy mit tesz bennünket boldoggá. Megeshet, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mit is szeretnénk, ezért nem tudunk célokat alkotni sem, és így azt sem tudjuk, hogy merre induljunk. Ilyenkor a legjobb kiindulópont a saját boldogságunk. Tartsunk egy kis önvizsgálatot, és gondoljuk végig, hogy az eddigi életünk során melyek voltak azok a pillanatok, amikor boldognak éreztük magunkat. Mi volt az, ami lázba hozott? Mi volt az, ami megmosolyogtatott? Mi volt az, amiben önfeledten el tudtunk merülni? Hogyha megvan, gondolkodjunk el rajta. Hogyan lehetne ezekből többet beiktatni az életünkbe? Ha továbbra is tanástalanok vagyunk, csak induljunk el bármerre. Az egyik legjobb módszer arra, hogy az ember megtalálja a szenvedélyét, az, ha minél több dolgot kipróbálunk. Ugyanezt kell alkalmaznunk most is. A következő néhány hétben, hónapban az lesz a feladatunk, hogy kipróbáljunk olyasmit, amit addig még soha. És akkor is próbáljuk ki, hogyha semmi vonzalmat nem érzünk iránta, mert gyakran evés közben jön meg az étvágy. Végül pedig válogassuk meg a társaságunkat. Sokszor felmerül ez az írásaimban, videóimban, mert rendkívül fontos. Nem mindegy, hogy milyen emberek vesznek körül. Van, aki támogat, és van, aki akadályoz. Van, aki bakot tart, hogyha át kell másznunk egy akadályon, és van, aki kirúgja alólunk a létrát. A jövőnkről, az életünkről, a boldogságunkról van szó. Hogyha valaki nem támogat ebben bennünket, semmi keresni valója nincs az életünkben. Sikert és boldogságot!